Nagy tisztelettel köszöntöm Nyirádi Péter professzor urat itt az Európai Urológus Társaság Közép-Európai Kongresszusán Budapesten. Professzor úr, kérem mutassa be nekünk a mai rendezvényt. Hány résztvevőt várnak, mely országokból, és miért érdemes ide ellátogatni az urológus kollégáknak? Jelenleg a közép-európai találkozóján vagyunk az Európai Urológus Társaságnak a szekciójában. Ez a 15. alkalom már, amikor ez a Central European Meeting összejön, és nagy büszkeségünk számunkra, hogy harmadszor rendezhetjük Magyarországon. Azt kell mondanom, hogy a látogatottság szempontjából bizton állíthatom, hogy az egyik legsikeresebb találkozó, tekintettel arra több mint 370 regisztrált résztvevővel, 32 országból, Argentinától az Egyesült Államig, nagyon-nagyon nagy, komoly érdeklődés övezi a kongresszus. Én azt gondolom, hogy ezen a érdeklődés teljesen jogos tekintettel arra, hogyha megnézzük az előadók sorát, a világ leghíresebb urológusai jöttek el, hogy megosszák tudásukat, megosszák legutóbbi tapasztalataikat az urológia területén belül. Milyen témák kerültek idén a tudományos érdeklődés fókuszába? Tekintettel arra, hogy a Central European Meetingnek van egy bordja, amelyben magam is részes vagyunk, minden évben törekszünk, hogy az urológiának a teljes területét valamilyen mértékben lefedjük. Ugyanakkor azért megállapítható, hogy a jelenlegi találkozónak a kiemelt vagy fő csapás az uro-onkológia, de ezen kívül az inkontinencia, az andrológia, a helyreállító sebészet az urológián belül, és a külsebészet is megtalálható. Igen, nem csak előadásokat, illetve posztereket hallgathatnak, tekinthetnek meg a résztvevők, hanem a gyakorlati készségeiket is csiszolhatják a hands-on tréningek keretén belül. Kérem, mutassa be ezeket, milyen technikákat sajátíthatnak el itt a résztvevők. Ez egy óriási lehetőség a fiatal urológusoknak. Gyakorlatilag az Európai Urológus Társaságnak az infrastruktúrájával kiszállnak ide olyan modellekkel, ahol a laparoszkópia és külsebészeti beavatkozásokat lehet gyakorolni, és ezáltal jelentős tapasztalatot, jelentős tudást lehet elérni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség a magyar urológusoknak, a magyar fiatal urológusoknak, hogy nem kell sehova utazni, hanem ide jött gyakorlatilag a világ, és a világ legkorszerűbb ilyen skill trénereivel, illetve itt van a világ, vagy inkább azt mondanám, hogy Európa legkiemelkedőbb urológus társága, tehát ezen belül értve ugye a legkiválóbb szakembereket. A mai nap döntően az uro-onkológiáról szólt. Az elhangzottakból mit tudnak kiemelni, mint új információt, mint olyan tudást, amelyet a résztvevők biztosan hazavisznek majd magukkal? Azt hiszem, legnagyobb érdeklődéssel a prosztataráknak a diagnosztikája és különböző kezelési módszerei voltak. Itt gondolok arra, hogy egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni a közeljövőben a prosztatarák diagnosztikájában a multiparametriás MRI vizsgálat, amely segítségünkre lehet úgynevezett fúziós biopszia elvégzésére is, illetve Herbert Löporttól, a New Yorkból, azt kell mondanom, a prosztatarák egyik pápáját, egy nagyon érdekes előadást hallottunk, ahol összehasonlította a nyílt és a robotasszisztált radikális prosztatektómiát, és megállapításában azt találta, hogy igaz, sokkal inkább függ a eredményesség attól, hogy ki végzi és milyen gyakorlattal, mint a módszertől. Tehát nincs az a típusú előny, amit ugye eddigiekben sugaltak a robot javára, hanem amennyiben nagyobb centrumban történik a műtét, akkor a nyílt beavatkozás is legalább olyan, vagy talán még bizonyosságban jobb funkcionális eredményt is biztosíthat, és ugyanakkor az ára az pedig eltörpül a robotasszisztált módszerhez képest.